Lui Szent Miklósnak, Svájc védőszentjének, ki remeteségben élt egy erdős szakadékban, elhagyva a világot, elhagyva még feleségét és gyermekeit is, feleségének beleegyezése mellett, hogy egyedül Istennel legyen. Volt, amikor a sátán előkelő úri ember képében jelent meg, és megpróbálta rábeszélni, hogy térjen vissza a világba. Hogy ennek az életformának nincs értelme, nincs létjogosultsága. Felvonultatta a teológiai érveket, hogy miért helytelen ez az életforma, amit egyébként Miklós csak nagyon nehezen nyugodott bele, és csak Isten folytonos belső ösztönzésének engedett, amikor végül is sikerült rábeszélni a feleségét, hogy beleegyezzék, de meg akarta ingatni azzal, hogy térjen vissza a világba, mert nem üdvözülhet, hogyha folytatja ezt a fantasztikus életformát, hogy itt a világtól elzárkózva, családját elhagyva él. Miklós ellenállt a kísértésnek, kísértő nem tudta elcsábítani, de tanulságos az, hogy a kísértő teológiai érvekkel lépett föl. És azt hiszem, hogy az a jelenet, amikor Jézus megkísérti a sátán, az a történelemben nagyon sokszor folytatódik, nagyon sokféleképpen ismétlődik. Vegyük észre azt, hogy sokszor nem látszik világosan a kísértésben a csapda. Miért rossz például az, ha a kő kenyérré változik? Nem látunk benne semmi csapdát. Miért rossz az, ha Jézus leveti magát a templom bárkányáról, és nem történik semmi baja? Ez a csoda csak fölhívja a személyére a figyelmet. Valójában a három kísértésben jelen van, amit a Szentírás úgy fogalmaz meg, hogy a szemek kívánsága, a test kívánsága és az élet kevéssége. A sátán ezeket akarja Jézusban fölébreszteni, az ő vallási ambícióit nem kérdőjelezi meg, de próbálja azokat finoman eltéríteni az igazi céljuktól. Egy kis stílusváltozást ajánl föl neki, és ez azóta is nagyon sokszor ismétlődik. Komolyan Szentírást idézve, mint a sátán is idéz itt a Szentírást, teológiai érveléssel hallunk támadásokat a papi celibátus ellen, a házasság felbonthatatlansága ellen, hallunk támadásokat a pápaság ellen, hallunk támadásokat az oltári szentség misztériuma ellen, és így tovább, és így tovább. Kísértő jelen van, olvassa a Szentírást, tudja a teológiát, és sokszor a teológiai érveit halljuk és olvassuk még hívő katolikusok ajkáról is, akik nem tudják olyan világosan megkülönböztetni a kísértés szavát, mint kísértő szavát, mint Jézus a pusztában, vagy az idézett Lui Szent Miklós, aki végül is meglátta azt a lópatát. Nem mondom, hogy lópatája volt az illetőnek, de meglátta, fölismerte azt, hogy ki szól hozzá. Nagyon sokféleképpen szól, teológiai érveket, vastag könyveket ír a kísértő, és bizonyít benne olyan dolgokat, amelyek egyesek szívének fölötté kedvesek, és az élet kevésségének, vagy az érzékiségnek, a test kívánságának szolgálnak, és akkor aztán
ember legyen a talpán, aki különböztetni tud. Kedves testvérek, a Lukács evangéliumban van az a furcsa kifejezés, Máté ezt így nem mondja, még kevésbé Márknál az egész kísértés rövid. Itt a Lukács evangéliumban hallottuk, hogy miután hiába próbálkozott ezekkel a kísértésekkel a sátán, egy időre elmondta Jézus. Azt mondja, hogy egy időre, ezzel valószínűleg azt akarja mondani, hogy ez nem az utolsó kísértés volt, csak az első. Hogy később még jött, és egyet legalábbis ismerünk belőle, amikor Jézus a Getsemáni kertben imádkozik. Föl akarja áldozni az életét, de a világ rászúduló bűne olyan iszonyú, hogy vérrel verejtékezik bele, és egy pillanatra azt kéri az atyától, hogy ha lehet, hagyja előtt ez a kehely, amit ki kell inni a szenvedés kehelyen. És akkor Jézus meg van kísértve, angyal jön hozzá és megerősíti, ezt szintén a Lukács evangélium mondja. Tehát Jézus az emberi lény gyöngeségében vergődik és verejtékezik, meg van kísértve, visszatért a kísértő, és a győzelem, hogy aztán vállalja a keresztet, hogy a kereszten vérének hullásával tökéletes áldozatot mutat be a bűnösökért, hogy ezzel az áldozattal legyőzi a sátánt és kiveti trónusából, hogy ez a győzelem még érvényes, és ebből meríteni lehet a történelem végéig saját harcainkban, annak a titka egyetlen mondatban van, hogy de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Az alázat. Hogy végső soron nem én döntöm el ezt. Én elfogadom. Ez az elfogadás, az az igen, amit Jézus vérrel verejtékezve is kimond az atyának, ez győzi le a sátánt. Mindnyájunk életében megújul a kísértés jelen. Jön a sátán és érvel. Tetszetős érvekkel, tudja a teológiát, tudja a Szentírás alkalmas részeit idézni, és ami bennünk a szemek kívánsága, test kívánsága, meg az élet kevéssége, az mind azt mondaná, hogy hurrá, nagyszerű, ez a modern teológia, ez az igazi, ez az észszerű, és elmegyünk olyan irányokba, amelyekbe a gonoszságot bennünket, kivéve ha alázatosak maradunk. Az az egyetlen esélyünk a győzelemre. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak kegyelmet ad. Ha alázatunkban elfogadjuk, hogy bennünket nem az eszünk, nem a Biblia értelmezésünk, nem a kritikai érzékünk, nem a világhoz való hasonlulásunk, nem a modernségünk üdvözít, hanem Krisztus keresztje üdvözít. És elfogadjuk, hogy ezt a hitet kapjuk. Mi nem létrehozzuk, nem írjuk, hanem az ír belül minket. Ez az egyház hite úgy, ahogy van, és nem valami, amit mit csinál. Az Isten igéje úgy, ahogy él az egyházban, és nem valami, amit kitalálunk, vagy mi fogalmazunk. Valami, ami rendelkezik velünk, és nem valami, amivel mi rendelkezünk. Egy szóval, ha van bennünk alázat, akkor Jézus Krisztusnak a kereszten aratott győzelme az érvényben van a mi életünkben.
A sátán végleges legyőzetése és kudarca az a történelem utolsó felvonásában, Jézus második eljövetelében lesz. Amikor többet nem árthat az emberiségnek, a kárhozottak vele együtt kerülnek a kárhozatra, és az üdvözülteknek többet nincs kísértése. Itt a földön szembeáll a két pólus, jó és a rossz, Jézus és a sátán. És egy darabig úgy tűnik, hogy vitatkoznak, sőt ebben a világban úgy tűnik, hogy a sátán érvei jobbak, de ott akkor egyszerre nyilvánvalóvá lesz, hogy ki a jó. Úgy, ahogy Jézus mondta, hogy senki se jó, csak az Isten. És egyszerre beléphetünk a győzelembe, a jó teljességébe. A rossz vereségre van ítélve. Isten az elsődleges, a sátán nem egyenrangú vele. Másodlagos, teremtmény, egy perverz élet teremtmény, de a saját bűnéből perverz élet teremtmény. Isten őt is jónak teremtette. Istenben csak jó van, és Istentől csak jó jött, és hogyha megküzdöttünk a saját életünkben jelentkező rosszal, akkor beléphetünk a csak jóba, hogy a Máté evangélium egyik példabeszédének kifejezése mondja, menj be, Uram, örömmel.